Dánó Norbert éppen összekeveri, ízesíti a töltenivaló húst. Különleges recepttel érkezett a második alkalommal megrendezett kéti kolbásztöltő fesztiválra. Felvidéki vörösboros kolbász. Ilyen hagyományos recept alapján. Gödrey Zoltán polgármester azt mondja, az előző fesztiválnak nagy sikere volt, így nem volt kérdéses a folytatás. Tavaly a járványhelyzet miatt nem tudták megtartani a rendezvényt, idén pedig, amint lehetőség nyílt rá, elkezdte az önkormányzat az előkészületeket. A mai napi program egy részén túl vagyunk, ugye kiosztottuk a kolbász töltéshez szükséges eszközöket, a kolbászhúst. Most mindenki, ahogy látjuk, azzal van elfoglalva, hogy elkészíti a maga portékáját, megsüti, és akkor ahogy jönnek a vendégek, kínálják, illetve ezt fogyasztjuk itt most, nagyjából ez lesz az ebédünk. A délután folyamán pedig folklór program várta a résztvevőket, Kéty, illetve a környező települések néptánc csoportjai hagyományőrző egyesületei léptek fel. A programon Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője is részt vett. Ő azt mondta azt, hogy egy ekkora volumenű rendezvényt megrendezhettek a településen, kizárólag a lakosság átoltottságának köszönhető. A hétvégén ez a legnagyobb rendezvény az én választókörzetemben, de talán az eddigi nyári rendezvény közül is az egyik legnagyobb. Örülök annak, hogy a járvány eddigi hullámain túl vagyunk, és annak is örülök, hogy viszonylag sokan kérték az oltást és kapták is meg. Potápi Árpád János elmondta, arra kéri azokat, akik még nem éltek a vakcina lehetőségével, hogy minél előbb oltassák be magukat, ugyanis a következő hullámot csak közösen lehet visszaverni.